Köszönöm. Voltatok. Akkor van még valakivel ennek a földi embernek elszámolni valója? Vagy csak ez a világ van, amiért nagyon hálát kell adni a Jóistennek, hogy mi vagyunk egymásnak, én szerintem, de tudtok másra is támaszkodni ezen a világon kívül, amikor boldogságot kerestek? Nekünk orvosoknak a boldogság az mindig olyan, hogy azt meg kell osztani minket, igénybe lehet venni minket, le lehet akasztani a falról, a vacsorától el lehet hívni szülészorvost. Nálunk a belső harmónia az a fontos, amit az embernek meg kell teremteni ahhoz, hogy relatíve boldogságba éljen. Különben is a boldogság is, és mi sok minden olyan, mint a színuszgőrbe, hol följebb, hol lejjebb, de az, és attól függ, hogy milyen magasan. Tehát én azt nem tudom elhinni, hogy olyan ember nincsen, aki ne lett volna boldog, csak nagyon alacsonyan megy a színuszgörbéje. Az én kérdésem, ezt is magába foglaltam, ez egy nagyon jó kérdés volt, de mégis arra vonatkozott, hogy amikor egymásból kifogy az emberi nem, akkor meríthet-e máshonnan? De Péterről tudom, hogy merít folytonosan máshonnan, mondjuk nem ebből a földi világ bölcsességéből. Igen. Ugye? De egy ilyen fiatal párnak, ugye? Hadd mondjam ezt. Jut eszébe még ilyesmi? Máshonnan is lehet meríteni? Én megmondom, én a szeretteimből, saját magamból, és az embertársaimból merítem a boldogságot. Merítés kérdése továbbra is. Amikor két ember így módon találkozik, ahogy ők, ott mindig egy nagy dolog történik. Valamit megismernek egymásból. Valami olyasmit találnak, ami mindennél fontosabb, ezért a macik nagyon jó hidalják át a hétköznapoknak azokat a kis hullámait. Minden ilyen találkozás az én szótáram szerint Isten élmény. Pontosan azért, mert mély. De lehet, hogy más ezt nem így fogalmazom. Nyilvánvaló, ti nem ahhoz a generációhoz tartoztok, ahol egyáltalán ez a fogalom automatikusan megjelent. Ugye nem volt benne a oktatásban, és a többi, és a többi. Nem érzitek úgy, amikor egy ilyen bájos mestert hallgattok, hogy volnának kérdéseitek, csak lenne hol föltenni, vagy tovább menni? Nincsenek kérdéseim. Nincsenek kérdéseim. Meg tudom rá válaszolni. Nem is kell, hogy legyen. Uh-huh. Ennél nagyobb dolog, mint hogy két ember szereti egymást, nem történhet meg. Kész. Ebben az evangélium, ami előtted van, azt mondja, hogy a legfőbb parancsolat, szeressétek az Istent, vagy ami ugyanaz, hogy szeressétek egymást. Azt mondja, ugyanaz. Ez egy döbbenetes dolog. Sokat gondolkoztam, hogy miért mondja Jézus azt, hogy ugyanaz. Egyszerűen azért, mert a szeretet az maga az Isten. Sőt, ami még ennél is terhelőbb ránk néz, hogy mind a kettőt egyszerre kell csinálni. Annyian vannak, ugye a jelenlevők mindig kivételek, annyian vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én szeretem Isten, de nem tudom kiállni fel a barátomat. És olyanok is vannak, akik szeretik egymást, csak nem tudnak erről. Nem tudják verbalizálni, hogy mondják, tehát nem tudják megfogalmazni ezt az érzést, aminek egyébként részesei. Ez a műsor egy kicsit azért is van, hogy ezeket a dolgokat beszélgetésben, szóban is megtegyük, és felhívjuk a nézők figyelmét arra, hogy nekünk egy posta címünk is. Budapest 1590, postafiók 272, ahová megírhatják véleményüket, érzéseiket, élményeiket, ami nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban a boldogság kereséssel és általában a szív és a lélek titkaival kapcsolatban. Nagy örömmel mondom azt, hogy már vannak olyanok, akik válaszoltak, már megjöttek az első fecskék, az első levelek ebbe a postafiókba. Közöttük én csak egyet hoztam el, mert remélem, hogy megtalálom. Ez volt a legkedvesebb a számomra, ami a szív és a lélek titkaihoz tartozik. Egy gyermekkori barátom, akivel azt hiszem, hogy 10 vagy 15 év, vagy még tovább vagy időben nem találkoztam. Egy Tóth István nevű úr, akit mi csak Zuglóba Pityúnak hívtunk, és akivel az első zenei, zenekari élményeink voltak. Ő zenész lett, én lettem, aki lettem. Köszönöm a leveledet, és
lehet, hogy fogunk találkozni, és köszönöm a többi levelet is a nézőknek. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy hát legyen most egy ilyen búcsúzókör, egy ilyen összegzőkör. Én ezt azzal indítom el, a magam részéről nagyon mély élményben volt részem, mert amire vágytunk, láttunk egy megfogalmazását, ráadásul egy szinte tapintható megfogalmazását annak, hogy ami két ember között létrejön szeretetben, békességben, az tetszik az Istennek. Ott-ott van, és láttuk a barátság példáját, az egymásra találás példáját. Én nem is folytatom, én azt mondom, hogy átadom nektek a búcsúzás lehetőségét, vagy az összegzés lehetőségét még egy percben. Hát remélem, hogy nem búcsúzunk. Hát nem örök. Csak a tévékameráktól. Úgyhogy... Akkor boldogok voltunk, hogy itt lehettünk. Igen. Jó, ez azt hiszem, hogy... Ez nagyon jó, és remélem, hogy boldogok is lesztek. Úgy gondolom, hogy a boldogságkeresést is, illetve a boldogságot is, illetve az életben minden területet úgy kell felfogni, hogy nem szabad abba hagyni, néha elfáradhatunk, de csinálni kell. És ez talán tulajdonképpen Madács sokkal szebben megmondta, ember küzdj és bízva bízzál. Köszönöm kedves nézőinknek a figyelmet, nektek köszönöm a kiváló társaságot és a jó beszélgetést. Találkozunk egy hét múlva, vasárnap 12:30. Köszönjük.